Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti darmabeszédünkön. beszédünkön. Megköszönöm Ati fantasztikus művészi bevezetőjét, és remélem, hogy mindenkiben a lélek vezeti azt, amit mond, gondol, érez és cselekszik. És az az egyszerű és tiszta, amit elérhetünk ezen templomon belül, remélem, hogy minél több embernek segít odakint. És most Tiszteltel várom mindenkinek a kérdését, bármilyen is legyen az. A védelmezőkről szeretnék kérdezni, hogy mit lehet róluk tudni, kik vagy, mik ők, és... A Mahaján a világkép szerint, sőt a Mahajánában honos egyik világkép szerint, ugye van tíz irány. Abból hat a keletkezett világ. A hatból kettőt látunk, így érzékszerűleg, az emberit és az állatit, és nem látjuk a démonit és a pokolbélit, alatta a kettő, és a félistenit és az istenit, fölötte kettő. A tudat egyébként ezeknek a látására képes, hogyha lebontja azokat az érzékszerű akadályokat és hiedelmeket, amelyek miatt csak az érzékszerű valóság az osztályrészünk. Ehhez a kiterjesztett látáshoz a bizonyos hiedelmekkel ellentétben nem kell megőrülni, nem kell bizonyos haj és ruhaviseletet fölvenni, nem kell még keletre se nagyon menni, de valami módon el kéne veszíteni azokat a ragaszkodásokat és fixa ideákat, amelyek az érzékszervi síkra korlátozzák az ember érzékelését. És hogyha megnézed, az elmúlt több ezer évben több millió ember nagyon komolyan, nagyon sokat tett azért, hogy ezek az érzékszervi korlátok megszűnjenek, de közben az érzékszervi sík, az a hétköznapiság, amit élünk, az éppen maradjon, hogy tudjunk azért élni és működni, és sőt együttműködni és együtt élni. Nem mindenkinek sikerült. De amikor kinyílik a darma szem, akkor meg lehet tapasztalni azt a világot, ahol a védelmezőink is vannak, és ez a félisteni világ. Ők azok, akik uh, harcos karmával rendelkeznek, és ők most energiatestben léteznek. Senkitől nem várom el, hogy ezt így elhiggye. Fogd fel tündérmesének, egyfajta mahajának képesképnek, ahol lapozunk, és akkor a szerzetes most erről beszél. De hogyha valaki gyakorol, akkor tapasztalhatja a saját belső állapotait egyfajta kiterjesztett verzióban, és előbb-utóbb a világot is egy tisztább szemmel látja. És akkor tapasztalati valóságá válik az, hogy miért fordulunk feléjük, és miért énekeljük el a szívszutrát. Egyszerűen azért, mert a legmagasabb szintű bölcsesség védelmére kérjük őket. És Sung mesternek volt egy nagyon érdekes tanítása, hogy nevén nevezük ezt a képanyagot, ők a Xinjiang, tehát az istenségek és a Hwaum Song Jung az ugye az a kidó, az az éneklés, amit ahhoz teszünk, hogy az ő tudatukkal kapcsolódjunk. És a 92-es évben kim voltunk az akkori sangamaggal Maggal Amerikában egy tanátadási ceremónián, és hát mind az öten leborolunk, tiszteletünket adjuk, és megkérdezi Á, hogy vagytok, nagyon jó, hogy jöttetek Magyarországról. És akkor olyan mosolygósan ez a magyar panasz, így pár mondatban, így ez így, jaj, hát gyakorolnánk, de hát nincs megfelelő helységünk, de hát nincs pénzünk, de hát nincs, de hát nincs. És akkor Szungszán Zemmeste egy hatalmas ilyen buthai mosoly, azt hogy ó, száznapos Wamsonjunk kidó, csináltok, minden rendben lesz, de ne hibázz. Néztem egy kicsit, hogy akkor most milyen hibáról van szó, Hát a védőistenség kidó akkor kell, amikor a darmát valamilyen eléggé csúnya karma el akarja tiporni. Legyen az bármi, ami a külvilágból dezintegrálóan, negatívan, rombolóan érhet minket, és ez nem helyettesíti a mindennapos helyes darma gyakorlatot, tehát nem lehet csak ezt csinálni, de ezt is kell. Miért mondta azt az öreg, hogy de ne hibázz? Ugyanis ez a létszféra, ez a frekvenciatartomány az ellenhatásoktól véd meg. De ha a saját hibáid miatt veszélyeztetik a darma, akkor téged is eltakarít az útba, pedig te énekled. Úgyhogy vigyázzunk. Tehát ezek olyan ö, létezők, amelyeknek az objektív elfogadására senkit nem kérek, akinek van szeme a látásra látja, akinek van térérzéke ahhoz, hogy felismeri a jelenlétüket, az felismeri. Én mindenkinek kívánom, hogy a koreai templomokban havonta egyszer esedékes Shinjun Kido, ami három nap minden újholdkor, hát azon egy kicsit vegyen részt. És a harmadik nap végén, amikor ott délben már a felajánlásnak minden vége van, és egy több száz boszálni mondnak ki, sereglik az ebédlőbe, egy kicsikét menjen oda be az üres terembe, és egy picikét legyen ott, barátkozzon. És nagyon érdekes az, hogy a, az ember mire képes. Mert olyan elesetnek, elveszettnek, picinek gondoljuk magunkat, itt a majdnem 7,5 milliárd szaktársunk közepette, mindenki szapiens, és mindenki okos, és akkor bölcsnek kéne lenni, és én egymagam mire lennék képes. És képzeld el, hogy te egymagad az élő szóval, a testhez kötött lélekkel, a helyes elhatározással, a helyes gyakorlattal ki tudod nyitni a tudatodat ezen létszféra felé. Sőt, a hat keletkezett világ fölé, mert a tíz irány így lesz teljes, van a srávakák, a buddhák, és buddhák birodalma. A srávakák a hallgatók, a buddhák az önerőből megvilágosodottak, a bóthiszatvák a visszatéről megvilágosultak, a buddhák a nem visszatéről megvilágosultak. A hagyomány ezt úgy szereti mondani, hogy ez négy szféra, amin keresztülmész és el kell őket érned, hogyha az ösvényt végig akarod járni. Én úgy szeretek erről beszélni, mint egy hatalmas körnek a négy szelete. Miért jogos ez? Miért célszerű ez? Azért, mert hogyha a hat és a négy között megnézed a határt, az a születés és halál kényszer küszöbe. A hat keletkezett birodalomban még van házi feladat, még kényszerből is újra születsz. Megvilágosodottságunk mértékében hagyjuk hátra ezeket a házi feladatokat, hamis azonosulásokat, addig cipelt karmákat. És hogyha meghaladjuk ezt a küszöböt, akkor ez a négy a miénk lesz, illetve ha meg akarjuk haladni ezt a küszöböt, akkor ennek a négynek a tulajdonságaival kell rendelkeznünk. Tehát tudni kell hallgatni. Tudni kell önerőből a megvilágosodás felé menni. Tudni kell másoknak segíteni, és tudni kell teljesen önállóan is létezni. Ha így fordítod a négy felső birodalmat, akkor rögtön meglátható, hogy az ember szellemi felnőtté válásának ez a négy, ez elengedhetetlen része, sőt, ez nagyjából ki is adja, hogy te egyedül is, társasan is tudsz létezni. Nem csökken az a tudatosság, az a fajta minőség, ami a megvilágosodottat jellemzi, és tudsz hallgatni, és tudsz ön erőből cselekedni is, ha kell. Ennek a védelme nagyon fontos, és ez egyfajta önvizsgálat is, hogy mit teszek én azért, hogy a darma akadálytalanul működjön, hogy az emberek a környezetemben helyesen tanulmányozhassák a tant. Tehát a védőistenség sokkal több, mint egy puszta pajzs, az a térés tudat megfelelő működtetése ahhoz, hogy mint szanga tudjunk együtt gyakorolni. És az okozatiság helyes felismerése nélkül ez nem megy. A régi konfuciánus világban, hogyha ellentét merült föl, ha diszharmóniát láttak, ha meg megnemértést tapasztaltak, akkor mekeresték a fölöttük lévő közvetlen rangot, leborultak előtte, és megkérdezték, hol hibáztam. És hogyha ezt az ember belül, megnézi, akkor el tudja hárítani azt az akadályt, ami ő maga a darma előtt, a tan előtt. Ahelyett, hogy a modern világban nagyon divatos módon egy könnyen kipécézhető emberre mutat, hogy te vagy a hibás, a te hibád. Látod? Ne is szóljál hozzám. És e mindenféle bűntudat vagy hamis azonosulás felvállalása nélkül az ember megnézi azt az okozati folyamatot, amiben van, azt, amit mond, gondol, érez és tesz, és megnézed, hogy tőled kell-e megvédeni a darmát, vagy te kérhetsz jogosan védelmet. Ö, egyszer egy darma beszédetben említettél egy olyan, hogy bizonyos fokusz vagy szintű, vagy mennyiségű gyakorlás után a tudatban azon a ponton beindul egy ilyen öntisztító mechanizmus. Be Beszélnél egy kicsit erről? Amikor annyira fáj a térded, meg a hátad több hónapi, több évi gyakorlás után, hogy azt mondod, hogy már nem tarthat sokáig, akkor belül eltökélet, hogy ugyanazt a hülyeséget már több egyszerre nem követed el. Ez az öntisztulás egy nagyon markáns formája. De akkor, amikor egyébként ülsz meditációban, ha a megfelelő tantien gyakorlatot folytatsz, és megfelelő mennyiségű energia gyűlik föl, akkor ez beindít fizikailag is egy áramlást a mikrokozmikus energiakörben, megfelelő módon itt a csíle és a háton föl. Ehhez nem kell semmit se csinálni, csak itt lenni tudatilag. Amíg ez nincs meg, addig kritikus tömeg hiányában a felső három csakra elszipkázza az energiádat, és akkor állandóan az érzések, szóbeliség, gondolatiság hullámvasútján itt mendegélünk. Ezt egy olyan hasonlattal szeretném érzékeltetni, hogy van egy hatalmas hullámzó tenger telezátonnyal. És amíg nincs dagály, addig az a hajó el nem indulhat, mert zátonyra futna és széttörne a sziklákon és egy megfelelő vízmennyiség van, az fölött így átmegy. És ezért kell elhallgatni, ezért kell a formát közösen tartani, ezért kell közösen cselekedni, ezért érdemes a belső ítéletalkotást, véleményalkotást visszafogni, hogy ne veszíts energiát. És akkor a tudatod a karmádnak a tűéles ítéletalkotó zátonyai fölött úgy átmegy, hogy csak na, és közben látja, hogy mi az, ami Elkerülendő. És ekkor a tudat energetikailag is, és információ tudattartalom szempontjából is az öntisztulás útján van. Látja és nem azonosul vele. Tapasztalja és nem követi. Ez a helyes meditációs hozzáállás. Fizikailag pedig elérhet egy olyan állapotot ugyanezzel a kritikus tömeggel, amikor megszűnik szomatizálni, megszűnik testre levinni a karmát, és ekkor érzi magát egészségesebbnek. És ezt nagyon óvatosan mondom, hogy ez a test öngyógyító képességének az aktiválása, ez nem helyettesíti a doktorokat és doktornőket, mert néha olyan sikeresen szomatizálunk, hogy az már beleragad az azonosság tudatba, azt már akkor tünetileg kell kezelni, mélységében kell kezelni, és akkor szükség van doktor bácsira és doktor nénire. De, hogyha még abban a fázisban vagyunk, hogy a szomatizálás még nem ragad bele a szövetekbe kőkeményen, akkor az azonosság tudat megváltoztatásával, a dualisztikus hozzáállás elvonásával újra egészséges lehetsz. És ehhez energiatöblet kell. Ha nem, akkor nem tudod megoldani, nincs mivel. És hogyha ez az energiatöblet megvan, akkor a szervezet elkezdi érezni, hogy pontosan hol van az egészség, mert a tudat visszatért az egység állapotába. És hogyha nem töröm szét magamat a felső csakrák tartalmaival, és nem ragaszkodom, azonosulok ezzel a széttörtséggel, akkor egész vagyok. És ezt a test is tudja. Ezért van jelentősége a helyes technikának. Mert ez eredményezi azt a megemelkedett energiaszintet, és egész tükörszerű tudatosságot, amely által tiszták és egészségesebbek lehetünk, nem feledvén a mulandóság tényét, nem feledvén a feltételez kötöttség tényét, nem feledvén az elégtelenség vagy tökéletlenség tényét. Tudván azt, hogy ez egy mellékhatás, és nem testre gyúrunk, mert a test meg fog halni, hanem az, ami tovább megy innen, az a lélektartalom, az a lélektudatosság, az a fontos, és ekkor teszünk helyesen, mert ha csak testre gyúrsz, akkor biztos, hogy csalódni fogsz. És előbb-utóbb egy kőkemény fizikai önzés lesz belőle. És ezért tartsd a járművet rendben, de tudd azt, hogy a jármű előbb-utóbb a roncstelepre megy viszontlátás. És azt is tudd, hogy lesz innen, ami tovább megy, pontosan az a sofőr, a vezér, aki egyszer csak kiveszi a kulcsot, nem törjük bele. Kivesszük azt a kulcsot a nyílásból, és kiszállunk az autóból, nem megyünk az autóval a roncs telepre, ne sajnáljuk tehát magunkat. Jó? Amikor menni kell, akkor megyünk, és kész. Ameddig időd van, addig teljesítsd azt, amit vállaltál. Jó? A kérdésem kapcsolódik a bevezetőhöz. Azt szeretném kérdezni, hogy hangszeres játék, azon való gyakorlás, itt trombitára gondolok, és leginkább a jazz irányába az lehet -e segítség az embereknek, hogy valamennyire a szenvedésük valamilyen szinten csökkenjen? Lehet. Mert uh, igazából agyaltam rajta sajnos sokat, és... Uh, Inkább játszani kéne. <laughs> hát igen. Uh, szóval Hmm. Van egy pár olyan életrajz, amit ugye elolvashatsz, Louis Armstrongtól kezdve Miles Davisig, és mind a kettőből, illetve a többiekétől is ugye lehet tanulni, és mondjuk hiába jazz érdekezé, Morris Andrét vett hozzá. És csak ettől a három embertől meg lehet tanulni, hogy hogyan és hogyan ne. És van egy olyan tudatosság, amely a művésznek a kiteljesedése, Minimális pokoljárása, valamennyi lesz, csak nem kell ott maradni. Aki túl sokáig maradott, az hiába szerez rengeteg ismeretet, nem tudja áthozni, és nem tudja kamatoztatni, mert elég a tüzében. Aki pedig csak a magas szintű létállapotokat tudja, az nem tudja azokat megszólítani, akik a poklot megjárták, és még félig ott vannak, és szabadulni akarnak. Van egy ilyen mondás, hogy tudatodat szilárdan a pillanatban tartva enged, hogy bármely karma megjelenjen. És ez valahol a szabadság és a felelősség ötvöződése, hogy engeded a lélektartalmat megjelenni, engeded a művészetbe beáramlani, engeded megtestesülni a műalkotásban, legyen az bármilyen. De te a teljes felelősség és szabadság tapasztalata mellett nem azonosulsz azzal, ami kijön belőled, ami átáramlik rajtad. Különben a saját zenéd vinne a pokol mélyére. Az elmúlt időszakban többször is azt tapasztaltam, hogy az elfolytott düh állapotában vagyok. Ezzel a kapcsolatban lenne két kérdésem. Az egyik az, hogy mi történik, hogyha ezzel hosszú távon nem csinálunk semmit. A másik pedig, hogy mit tudok ezzel csinálni, hogy hatékonyan kezeljem a dolgot. Mi történik egy gyom növényel, amit nem veszel ki a földbe? Mi történik a gyom növényel? Felmagzik, elszaporodik, Ezt és te... szépen hozza a saját gyom társait. És ezért, hogyha újra és újra megjelenik a tudatban a dű, akkor felé kell fordulni, meg kell kérdezni, hogy mi ez, honnan jön. Nem ragaszkodni a címkékhez, és kihúzni az egészet, engedni, kijönni. Ekkor van jelentése és jelentősége a meditáció tiszta és összeszedett állapotának. Hát, amíg erre törekszünk, addig tényleg megpróbáljuk ezt a szövetből kinyomni, úgy, hogy nem érsz hozzá, úgy, hogy nem dualisztikus elmével dolgozol, csak az az energia, ami a tisztulás felé, az egység felé törekszik, az természetesen kiveti a tudat mélyéből ezeket a karmákat. Tehát az, hogy a negatív érzelmi állapotokkal nem vagyunk azonosak, az egy idő után kiderül, ezt örömmel fogadjuk, és ha eljutottál a keletkezés előtti állapotba, akkor kiderül, hogy ez a karma már nem fog rajtad, már nem azonosulsz vele, már nem kötődsz hozzá, már nem vagy dühös magadra azért, mert dühös vagy alap. Tehát kijöttél belőle a látás állapotába, és a tiszta tükörszerű tudat azért célszerű, azért gyakoroljuk, mert előtte minden tárgy megmutatkozik, és eltávozik. Aztán, amikor az örömmel történik, ugyanez az kicsit keményebb. Ugyanígy viselkedik, csak a mínusz átfordul pluszba. És innentől kezdve, amikor a tudati jelenségek egy lényegűségét látod, és a viselkedésük, működésük mienségét tapasztalod, akkor rájössz, hogy tényleg nem rólad szól ez az egész, hanem arról szól, hogy hogyan segíthetek másoknak, hogyan tölthetem be a feladatomat, és akkor spontán olyan érzelmek, gondolatok jönnek, olyan cselekedetek, olyan beszéd, amely téged és másokat egyaránt segít a felébredés felé, a helyes életvitel felé. A helyes erőkifejtés, a helyes nézet, a helyes beszéd, a helyes cselekedet felé. És ez a helyes, ez mindig az egész, ez mindig a tiszta, ez mindig a töretlen. Úgyhogy a legdurvább karma, a legszörnyűbb trauma is mulandó. És a lényege legmélyén nem azonos veled. És hogyha ezt látod, akkor előbb-utóbb megszabadulsz. Csak ne sajnáljuk magunkat, és ne akarjunk igazságot tenni a világban és a magunk tisztaságán, a magunk tudati minőségén munkálkodjunk, és ezen keresztül viszonyuljunk más emberekhez, és végezzük a dolgunkat az életben. Több ezer éve szeretnénk igazságot tenni ezen a bolygón, és nem megy. Több ezer éve akarjuk a békét, és folyamatosan háborúzunk. Több ezer éve akarunk egy normális, fenntartható társadalomban élni, és most tartunk ott, hogy a bolygó már nem bírja. Nézd meg, hogy hol van az iszonyatos, hatalmas, ordító szakadék az álom és a valóság, az illúzió és a realitás között. Tehát, hogy tudatosan nem akarunk látni, hogy tudatosan nem akarjuk a karmát észrevenni, hogy állandóan jót akarunk, és közben ott forgunk lent a szörnyűségek szamszárikus áramlásában. Miért? Miért van ez így? Egyszerűen azért, mert nem voltunk hajlandóak feladni a dualisztikus szemléletet. Mert nem ismerjük fel a jelenségek ilyenségét, nem ismerjük fel a karma működését, és nem vagyunk hajlandóak tudomást venni eredeti, igaz természetünkről, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Tehát tér vissza ebbe a pillanatba. És akkor minden karma, a dühöt is beleértve elveszti a fogását rajta, mert te már nem ragaszkodsz hozzá, mert te már nem fogtad meg, te már nem akarsz rajta javítani, vagy követni, vagy rontani. Úgy látod, ahogy van, kivonod belőle az energiát, kivonod belőle a dualisztikus érzelmi és gondolati reakciót, és így, mivel önmagában nem létezik, eltűnik. És ne keresd, hogy hova ment, mert akkor visszajön. Mondtad máskor, hogy a gyerekek nem tanítatják a szüleiket, vagy a szülők nem tanulnak a gyerekektől. Kontextusból kicsit ki van véve, de nem baj, folytasd. Mi a, mi a valódi kérdésed? Az a kérdésem, hogy illetve én úgy érzem, hogy tanultam a gyereke, gyerekeimtől, és most ez a kivétel erősíti a szabályt, vagy azott az akarat kontextusában hangzott el. Az, hogy gyerek és szülő kölcsönösen tanul egymástól, ez alap. De a szülő-szülő, a gyerek-gyerek. És így a nevelés folyamán, főleg az elején, nem érvényesülhet pusztán a gyerek akarata. Tehát olyan nincs, hogy a három éves gyerek elkezd hisztizni, és a szülő gondolkodik, hogy jaj, hát akkor én most biztos tanulok tőle. Tessék a játszmát megszüntetni, és a gyereket egy normális tudatállapotba hozni, megfelelő nevelési eszközökkel. Tehát nem lehet amögé bújni, hogy jaj, most én tanulok a kölyöktől. Hí, és gyakorlatilag a kölyök megnyert mindent. Aznap is, meg egy héttel később is. Mert tanul. Iszonyatosan gyorsan mintát követve tanul. Jaj, hát az akaratomat itt tudom akkor érvényre juttatni anyuka fölött. Akkor eljátszom holnap is. Tehát ezt nem. Miért? Mert nem a megfelelő irányba megy és az a plusz 25-30-40 év, ami a szülőnél van, annak kell dominálnia. Ekközben a kölcsönös tanulás és tanítás megy. De az életet te ismered jobban. És ezért neked kell, mint szülő, meghatározni, hogy a gyerek merre megy. Aztán majd felnő, lábára áll, és meghatározza a saját útját. És eközben teljes mértékben tudomásul kell venni, a lelkét a saját lelkedre venni, minden rezdülését érzékelni, hogy tényleg helyes irányba vidd. Hát néha három-négy éves gyerek olyan akarat zár, hogy így nézem, és anyuka nem veszi észre. Apuka, apuka, meg sehol nincs. Tehát, érted? És apukának ez a kis csendes vagy nem túl csendes maszkulin jelenlét, az nagyon kellene ahhoz, hogy a gyereknek az akarat mezeét egy kicsikét rendbe hozza. És ha nincs, akkor, akkor a szenved, és a gyerek is előbb-utóbb szenvedni fog, mert nem teszik a dolgukat. A szülő akkor nem szülő, sajnos, hanem játszótás, meg aggódó dadus, meg vásárlógép, meg internetes szolga, meg ilyenek. Úgy van, mi? hogy mikor megszületünk, mi választjuk a szüleinket. És is. is. Szülőknek is el kell téged fogadni nélkülmben nincs hova megszületni. Ezen szöget ütött a fejembe, hogy hogyan van az, hogy ö, választanak gyermekek, szülőket, olyan szülőt, aki nem is fogadja el, és hát valljuk meg őszintén ott hagyják. Korábbi karma terméket. Tehát nehogy azt itt, hogy Testhiányában és tudatos gondolkodás hiányában te fellapozod az újraszületés katalógusát 2018-ra? Nézzünk, kérem szépen, válasszunk kontinens, és akkor Iker testvért hívott, hogy e, gyere szívem, na nézzük meg, Amerika, hmm, kicsit instabil, Európa, bonyolult, Ázsia, túl tömeges, Afrika meleg van, Dél-Amerika, hát nem tudom. És akkor, tehát ez nem így megy, nem így megy. Gyakorlatilag ö, azt kéne elfogadni, hogy amíg van ez a test, addig van tudatos gondolkodás, mert van mivel. Addig van háromdimenziós tér és egydimenziós idő, mert beleszülhetsz ebbe a testbe. Amikor ez nincs, nincs tudatos gondolkodás, nincs három plusz egydimenzió téridő, és ezért az okozatiság másképp... Érvényesül. Kicsit olyan, mint az álomállapot, kicsit. És amikor letelik az idő odafönt, akkor eljön az idő, hogy megszüles, és a korábbi karmát függvényében választódik ki, szándékosan személytelenítem, választódik ki a szülőpár. És a korábbi karmák függvényében attól függ, hogy mi a ledolgozandó és mi a vállalt, elképesztő születéset vannak. Tehát így zokogok, amikor látom. De mégis a két karma összetartozik. Az a környezet, az a szülőpár, az a család, az a társadalom, ahova születsz, és te magad. Ha nem lenne Magyarországra illő csoportkarmád, nem születtél volna ide. Nem azt jelenti, hogy az összes korábbi életedben ezt a csoportkarmát hordoztad, az összes korábbi döntésed ide juttatott ebbe a születésbe. Ezzel kell akkor birkózni. Ebből kell a legjobbat kihozni. Megkérdezték tőlem, hogy ön megvalósítottam-e már önmagam, és nem tudtam erre válaszolni. De jó, annyira örülök, illetve. Beszélnél erről, én, hogy. Én mit nagyon jelent. nagy szerencsémnek tartom, hogy a tanítványi körben üdvözölhetlek. Amíg ezt az önt nem tisztázzuk, addig a megvalósításától tartózkodjunk. Inkább egy olyasféle életet kéne élni, amely magadnak és másoknak egyaránt segítő. Most képzeld el, hogy te jársz ilyen önismereti kurzusokra és egy több éves folyamat végén egy hatalmas válsághelyzetben kiderül, hogy mindaddig önképet építettél az önismeret helyett. Az az érdekes, hogy amikor meg akarod haladni az énséget, akkor megismered melléktermékként, ha pedig csak az önismeretre törekszek, akkor úgy bezárodsz a saját falaid közé nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sok ilyet láttam, hogy az önismeret mellé jön az elszigeteltség, a meg nem értettség, a kapcsolatteremtési problémák, az életproblémák, a bonyolultságok, engem nem ért meg senki, stb. Nem haladta meg önmagát. Ha nem haladja meg, nincs egy olyan nézőpont, a nem én nézőpontja, ahonnan stabilan és világosan látja önmagát. Tehát mindig az énségem belül maradt. Nem haladta meg akkor hogy láthatná jól? Remélem, hogy továbbra is ezen a nagyon érdekes és nagyon meghatározhatatlan úton fogsz járni, amely néha tényleg izzasztó és néha hűsítő, de egy olyan képet kapsz magadról és a világról, amelyben előbb-utóbb bízhatsz. És nincs ez kijelölve, vagy most önismeret, vagy világismeret, vagy karma, vagy darma. Láss! És kész! És használd helyesen azt, amit látsz. Előbb-utóbb rájövünk, hogy a ránk érvényes törvény és az összes többi lényre érvényes törvény ugyanaz. Ha nem megyünk ki az én korlátain túlra, ha nem haladjuk meg a saját önképünket, mindig ebben a kis kényelmi zónában leszünk. Egyre jobban ki akarjuk párnázni. Ez kiderül, hogy nem megy. Köszönöm szépen. szépen. Azt szeretném kérni tőled, hogy beszélj kérlek, arról, hogy a különböző szabályoknak a betartása kapcsán, Mit gondolsz a legapróbb dolgokról? Én azt tapasztalom, hogy néha a legapróbb dolgokon csúszik el az egész. Így van, ez meg lehet, mint ahogy egy autó működése, mondjuk egy aprócska kis olajtömítés miatt teljesen lehetetlennél válik. Elfújik az olaj, besül a motor, viszonlátás. Tehát mindent lássunk a maga helyén. Tehát attól, hogy az pici vagy jelentéktelennek tűnik, az elképesztően fontos. Úgyhogy a szabályokat azért hozzuk, hogy az energiánk megfelelő irányban, megfelelő módon működjön. A szabályok csak azért vannak, mert az előttünk levő generációk fölismerték ennek a szükségességét, és ránk úgy hagyományozták, hogy ezek alakíthatók. Ezek oda és vissza átnézhetők, hozzátehetsz, elvehetsz, változtathatsz. De meg kéne látni, hogy pontosan miért hoztuk, hozták ezeket a szabályokat. És itt ilyen szinten nincs kicsi és nagy. Az van, hogy vagy működik, vagy nem. És nézd meg az üzemanyagot, a fantasztikus energiánkat. Ha beleteszed egy motorba, és a motorban van mondjuk egy rakás henger, meg egy gyönyörű ugye, vezérmű, a tengelyek, szíjak, fogaskerekek és egyebek összessége, akkor nagyon jó eséllyel az a motor megfelelően használja fel az üzemanyagot. És így nagyon szép távolságot be tudsz futni a járművel. Ugyanazt a 6-8 litert, ami most kb. 100-ra kell egy normális autónál, beleteszed egy tálba, és az öröm gyufácskájával meggyújtod, pár másodperc alatt az a 6-8 liter így elrobban. Elég. És ekkor van az, hogy azt csináltam, amit akartam. De nem jutottam sehova. Úgyhogy amikor az elején hallod, hogy ne ragaszkodj a véleményeidhez. Ne beszélj. Ne menj oda, ahol nincs dolgod. Stb. stb. Ez mind azért van, hogy az üzemanyag a motorban legyen. A motor a járműben legyen. A vezető a volánnál üljön. Tegye a kezét a kormányra. És a többi, és ekkor ez a jármű megfelelő irányban, megfelelő módon halad. Ha így nézed, ez nem megkötés. Ez észszerűség. Igazából olyan kérdésem lenne, otthon egész jól működik a meditáció napi két alkalommal. Fent tudom tartani a figyelmemet, itt ez a nyolc óra, olyan szinten szétesek, hogy eltedik 20-25 perc, és igazából az agyam mindenhol jár, és nem tudom megtartani a figyelmemet. De javaslok egy tárgyas meditációt, kicsit halld meg a saját hangod, és képzeld el, hogy hány színésznek lehetnél a magyar szinkronhangja. hangja. Nagyon sok. És ezeket az arcokat szépen elképzeled, és hogy én vagyok. Ez én vagyok. Ez vagyok, és akkor szépen összeszedi ezt a sok-sok karmát, és egy kis dobozokba gyűjtve mind-mind beleteheted a múlandóság hulladék ládájába. Tehát ilyenkor nyugodtan játszhatsz. Is. Ilyenkor azt mondom, hogy játsz a tudattal, mert hogyha ennyire rakoncátlan, ugye, akkor kell neki valami tárgy, valami gumicsont. És akkor nem megy a mantra, nem megy a kérdés, ki akarok menni, vakaródzom, fészkelődöm, fáj, megint fáj, miért vagyok itt. Kezdje nyugodtan belőjátszani. játszani. És azt a játékot játsz, hogy te idebent a tudatnak tökéletes szabadságot adsz, a test így ül, és te belül azt csinálsz, amit akarsz. Zen nem érdekel. Tartom a külső formát, és belül olyan szabad vagyok, mint a madár. Azt képzelek el, amit akarok, oda megyek, ahova akarok, bármi lehetséges, csak lássam, és ez a pillanat maradjon tiszta, és kész. És enged, hogy a tudat szépen kinyargalja magát. Így fogok tenni, köszönöm. Ha már meditáció, akkor csak egy gyakorlati kérdés, hogy lehet-e a nagy kérdést a hangfigyeléssel együtt használni? Persze. Mégpedig úgy, hogy felteszem a nagy kérdést, és utána csak figyelem a hangokat, és hogyha érzem, hogy kezdek csúszni, akkor megint felteszem a nagy kérdést. Mindaddig jó, amíg a lélegzeted tudatosságát nem veszíted el. Ne ugrálj kérdésről hangra, úgyis a tudat megvan, ha itt vagy, van tudat. Felteszed a kérdést, az visszahoz megint ide a tantienbe. És figyelhetsz, amit akarsz, úgyis a karmád elkezd bugyborékolni, és megint szépen felteszed a kérdést, az megint bugyborékol, és ez így megy egy darab ideig. Köszönöm szépen. Hát, azt szeretném megkérdezni, az éneklésről szeretnék kérdezni. Most énekeltem először ezen a héten, hát nem nagyon tudom csinálni olyan értelemben, hogy ezek a szavak így, így még lassan se tudom kimondani, hogy duri, dudjig, Uda, nem, és nem, akkor nem, 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 ezt ilyen gyorsan... El igen. Kér, és akkor ilyen gyorsan kéne, ezt, ezt ugyanúgy gyorsan, és akkor a, azon gondolkodok, hogy most akkor, akik ezt egy ideje csinálják, azok így, így intelligensebbek lesznek, mint az átlag? Nem, vagy A maradék is elmegy! Hát... <laughs> Én ezt nem, ezt így nem tudom elképzelni, hogy én ezt egyszer majd nem tudom, hogy hány év, tized múlva így sikerülni fog. Tehát a mostani jelenlegi állapotomban nem tudom elképzelni. Én azt kérem tőled, hogy éjszaka aludj nyugodtan, de előtt a párnád alá tedd be az énekes könyvet, és másnap reggel az éneklésnél minden megváltozik. Itt, hogyha körülnézel, az összes ember humanoid és ezért mindenki szépen keresztül ment ezen a tanulási folyamaton, tata, tata, ratata, és vannak, akik a mai napig könyvből énekelnek segéd eszközzel, és ezzel nincsen semmi baj. Az a fontos, hogy az éneklésnél oldódj fel a hangzásban, és enged, hogy a szavak megjelenjenek az ajkaidon. Nem kell nagyon görcsösen olvasni, simulj bele ebbe az egész folyamba, lazíts, de a fókusz maradjon meg. Ha túl görcsös, akkor állandóan el fog mozdulni. Ha meg elszáll, akkor észrevetted, hogy az éneklésnek vége, de nem tudod, hogy mi történt. Az se nagyon jó. Tehát szépen lassan rétegről rétegre, mint a mágia a jénaiban lerakjuk, és egyszer csak az éberség tüzével megsütjük. És akkor kész. Jó. Jó? Jó. És csak egy pillanat még az, hogy Oké, okay, ezt így megpróbáltam csinálni, ezt, a, ezt hogy beroldozok az énekléssel, így tetszett, meg minden, de akkor utána meg nem bírtam tüdővel, meg, meg, meg nem tudom, hogy mikor kell levegőt venni, mert így, mintha nem, senki nem venne ráadásul levegőt, tehát... Nagyon jó a probléma megjelölés! Ezért kell a kiegészítő sport. Az éneklés, az egy növekvő, oxigén adósságos edzés. Tehát tessék szíves lenni, akár harcművészetre beiratkozni, akár különböző ilyen hegyi sétákat tenni, vagy sok joga műveltségű emberhez elmenni, és mondjuk speciális éneklő pranajámát gyakorolni, ugye? És akkor nem fogsz annyira kifulladni. Jó, köszönöm. Nagyon jó gyakorlat, és akkor majd később hegyi a közben is tudod a mantrát. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. A félelem és a szeretett éjség kapcsolatáról szeretnék kérdezni. Még félek válaszolni, de ha szeretsz, elmondom. Azt vettem észre magamon többször is már, hogy időnként szinte megmagyarázhatatlanul félek emberektől, akkor is, hogyha esetleg ezek az emberek mondjuk fiatalabbak mint én, vagy kevésbé tapasztaltak. Tehát, hogy logikusan ez teljesen nem hihetetlen. kéne. Ahogy jutod a kéne. csukpit, te az olyan határozott, abban egy darab félelem, és ez öröm hallgatni, olyan határozottan, mint az óramű. Hol van itt a félelem Zsuzsanna? Hát, Lehet, hogy gondolkodsz? És a gondolkodásból következik a félelem? Ott Hűha. Időnként kibújik az ott kibújik. valahol alul. Igen. A, a, az biztos, hogy ez olyan esetekben fordul elő, hogyha attól félek, hogy nehogy valakit megbántsak, vagy nehogy valakivel rossz viszonyba kerüljek, mert hogy akkor nem fog szeretni. is meg. Az önvédelem van benne, attól félsz, hogy valaki megbánt, és attól félsz, hogy valaki rossz viszonyban lesz veled. És inkább magadra testálod, nehogy nehogy bekövetkezzen. Uh -huh. Ne félj tőle, mert a félelem vonza a tárgyát. Sokkal gyorsabban, mint a vágy. Nézd meg, hogy pontosan mi az, ami benned az emberi viszonyt hozza létre. És hogy pontosan mitől félsz, miközben egy emberrel kapcsolatot létesítesz, bármilyen legyen az. Itt van a dög eltemetve. Magamban arra jutottam, hogy, hogy egy, valamilyen szeretet ésség, tehát hogy arra vágyom, hogy szeressenek. Ahhoz előbb adni kell, és akkor viszont szeretnek. Biztos? Biztos. Azt mondod, hogy talán, és akkor a talánban megjelenik az, hogy mégsem. És akkor félünk a mégsemtől. Először a legnagyobb dolgot kell magunkban végrehajtani. Merni látni azt, hogy a másik ugyanolyan alaptermészettel, emberi természettel, budha természettel bír, mint mi. És hogy a szeretet az egyetlen érvényes nyelv az emberek között, az egyetlen érvényes kommunikációs eszköz, amivel korrekten, hitelesen és emberien tudunk viszonyulni egymáshoz. És ha ez megvan, akkor mersz adni szeretetet, mert nézd meg, utána el kell tudni fogadni. És néha rettegünk a másik szeretetétől. Miért? Mert lefegyverez. Mert átalakít. Mert már nem lehetsz ugyanaz, aki voltál. Mert kölcsönösen megszelídítettétek egymást. Tehát ez a legnagyobb kohó, a legnagyobb tűz, amiből a fény kijöhet. Merni kell szeretetet adni, mert csak így tudod később elfogadni. Lehet, hogy attól félek, hogy leomlik a fal. Igen, attól. Azután rájössz, hogy a fal mögött sokkal rosszabb. Hagyod lebomlani. És akkor lehet, hogy bíznom kellene abban, hogy kapok vissza valamit. Nem. Tehát nem úgy hozzáállni, hogy ne várjak eleve vissza semmit. Én arra is hajlamos vagyok. Néha túl önzetlen már a szolgalelkűségig. Ha vársz valamit, hiba. Ha nem vársz valamit, az is hiba. A boldogság egy adott pillanatban hihetetlenül egyszerű. Ha absztrahálni szeretnéd, lehetetlen. Egy adott Emberi kapcsolatban a szeretet működésmódja nagyon világos. Ha ezt szeretnél vonatkoztatni, eltűnik az egész. A gondolatokról és az érzelmekről szeretnék kérdezni, hogy ö, általában én és mások is úgy tapasztalják, hogy mintha a gondolatok következményei lennének az érzelmek, de ha a központokat nézem, akkor a differenciálódás irány szerint meg először az érzelem, aztán a gondolatok, vagy tök mindegy. A botnak melyik vége volt először? Másképp teszem fel a kérdést. A botnak melyik vége volt először? Mi ez? Honnan jön? Az érzelem nem a gondolatból születik, vagy az után. A gondolat nem az érzelemből születik, vagy az után. De az emberi pszichofizikum olyan elképesztően gyors, hogy nem 24 képkocka per másodperccel, hanem sokkal-sokkal nagyobb sűrűséggel dolgozunk, és ezért tűnik ez az illúzió folyam annyira törhetetlennek. És csak a kérdés tudja a pillanatban megállítani az emberi tudatot, és látni azt, hogy hogyan keletkezik ez a sok-sok minden bennünk tedd fel a kérdést, hogy mi ez, honnan jön, és akkor beindul ez a folyamat, és utána egyszer csak megáll, mert kiléptél abból a síkból, vagy rálátsz arra a síkra, ahol a tudat folyam van. És ez a kérdés, a kérdéssel teszel egy távolságot a tudat és a tudat tárgyak közé. Ekkor szűnünk meg a rúsfoltot, a habfoltot, a karcolást és az egyebet benne hagyni a tükörben és a kérdés az, amely a tudat tárgyát szépen elkezdi lekaparni a tudatról. Hogyha nagyon kemény, akkor mantra is kell, mert akkor törött a tükör, akkor be kell egy kicsikét foldozni. Túl sok volt a szenvedés, túl sokat tört össze, utána állt össze megint, megint összetört, megint összeállt, és ott vannak a hegek, és a mantrával tudod kisimítani szépen. Ugye, amikor a tudat tényleg elkezd működni, akkor megkülönbözteti önmagát a tárgyától akkor látod, hogy a gondolat honnan jön, és az érzelem honnan jön. És szerencsére nem lesz logikus a válasz. Mert akkor rendszerezhetnénk, leírhatnánk, drága pénzért árusíthatnánk, és másnap frissíthetnénk. Szerencsére nem így van. Jó. Én még kezdőgyakorló vagyok. És a lehet, legjobb hogy a... állapot te. <laughs> Igen? Lehet, lehet, hogy a, a kérdés is uh, ehhez a szinthez uh, ragaszkodik. Nevezetesen évek óta keresem az utamat, nagyon vonzoltam a buddhizmus felé, és itt találtam meg a lehetőséget ennek a gyakorlására. De érdekes, hogy a, a környezetemben ezt, ezt, a helyzetet megélni, jó katolikusként, a családom másik felformátusként, reformátusként, ezt az élethelyzetet jól kezelni, megmutatni az embereknek, hogy én valami másra vágyok, egy visszatérő hát nem probléma, egy nehézség, lehet, hogy ez az úttal jár. És az előbb volt róla szó, hogy a, az ember oda születik, ahová a karmája viszi. Ha Magyarországra születtem, akkor miért a buddhizmust kedvelem, és miért nem a református vagy a katolikus vallást inkább jobban? Ha meg így van, akkor meg miért ide születtem, miért nem valóvá keletebbre? Keleten a buddhizmussal történik ugyanaz, ami itt nyugaton a szervezett vallásokkal. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor látjuk a frissességnek és a vérátömlesztésnek a jelentőségét, és merem mondani azt, hogy itt nyugaton nagyon komoly gyakorlói vonalak vannak, és hálás vagyok mesternek, hogy ezt a nagyon erős darmát átadta nekünk. Onnan tudom, hogy erős, mert a kérdéseitekből és az interjúkból és a templomban eltöltött időből, tapasztalataitokból ez következik, hogy nem hagy közömbösen, nem hagy csak úgy jönni menni, hanem belül nagyon komoly változásokat hoz és irányt mutat. Már inkább az a kérdés, hogy mit tudok kezdeni ezzel a születéssel, hiszen amit eddig gondoltál róla, az nem úgy van, hiszen nem csak monoteista vallásokat találsz itt, hanem bizony egy olyasféle szellemi utat, amiben belefér ez is, belefér az is. Belefér az, hogyha valaki hívő, valaki nem hívő, az is belefér. Hogyha itt valaki mondjuk hindu háttérrel rendelkezne, és minden nap egy kis siva kultuszt a szobába elereszt, azzal sincsen semmi gond. Aki nagyon hithű, annak elmondhatod, hogy te valójában az Isten fogalmat szeretnéd letisztázni, és egy kicsikét a lelkedet kiüríteni a sok-sok téves nézettől, és majd te friss lélekkel fogod az igét olvasni, ha pedig hibát követszel, akkor Isten megbocsátja. Így. Jó? Nagyon szívesen. A dolog másik oldal. én nem itt születtem, de a szüleim révén itt élek. Tudom, itt van dolgom, de. Ha ide jöttél, akkor itt van dolgom. Köszönöm. <laughs> Hogyha a félelem tárgya. Már ez megint? Igen. Már megint? Hát az előbb nem volt elég? Nem volt elég. Meg itt a mert... jobb középen? Hát olyan szépen elmondtam. Itt Mitől A másik oldalon a másik. Az agresszió és az erőszakosság. Hát, haj, te hogy nem olvastad Ransburg Jenő tanár ezt a kis vékony puha kötéseset? Félelem, harag, agresszió. Gyönyörű. Nem, van. Nem olvastam az egészet, de ezt valaki a föld alatt én, amikor én egyetemista voltam, itt forgatta, a Bajza utcától a Vörösmarty térig néztem, és bőven elég volt. Tehát, hogy a félelemből következik a harag, és az az agresszió, ez kívülbelül, ez egy fantasztikus összefüggés. Aztán volt idő elolvasni még később években, de, de egymásból következik. Értem, de hogy ezt így nevelkedtem fel, hogy megtapasztaltam, és aztán mm -hmm. Mit kell vele kezdeni? Legyél elemedben, és hogyha egészen elemedben vagy, akkor nem leszel fél elemben. És mit kell kezdenem akkor, hogyha az, akivel éppen ö, szemben állok, és ő ezt rajtam gyakorolja? Akkor... Egy lépést hátra lépj, jobbra át, színpadi kiáron el. Nem menekülés. Még ha a saját szülőm akkor is? Akkor különösen utána bal középről visszalépsz, amikor a megfelelő pillanat elérkezik, például szüksége van valamire, azt megadod, utána megint egy lépést hátra, megköszönöd, hogy segítettél, és jobbra el. Nem kell Shakespeare drámát csinálni az életbe. Egyszerűen tisztán. Vannak olyan karmák, mindenki esetében pontot nyomja meg a gombjaidat, hogy azon nyomban félelmet kelt benned vagy bármiféle ilyen dualisztikus remegést, hogy most nem tudom tartani magam, vagy ütök, vagy sírok, vagy elmegyek, vagy rohanok, tehát nem tudsz középen maradni. Na ekkor kell tényleg annyi energiát és tisztaságot felhalmozni, hogy a buddha természetet tapasztalata, az igazi elemed tapasztalata erősebb legyen, mint ez a dualisztikus karma, ami állandóan félelembe kerget. És akkor kibírod, akkor szembe tudsz vele nézni. És amikor a te jelenléted erősebb, mint a másiké, akkor nyerte el? Akkor azt ő is érzi. És amikor még csak tiszteletlenségnek tűnik, hogy hátralépek? Na és? Hátraléptél, semmi más nem csináltál? Mindenki úgy véleményezi, ahogy akarja. Most függünk a másik véleményétől? Nem. A valódi ok és okozat törvényét kell látni, és nem mások véleményeit követni. Jó? Köszönöm. Szívesen. A halotti szeltartásról szeretnék kérdezni. Volt az egyik elvonuláson egy halotti szertartás, és nem is ismertem, aki ért volt a szertartás. És a vége fele elkezdtek folyni a könnyeim. Anélkül, hogy tehát ismertem volna, vagy tudtam volna. És mi történik, azt szeretném kérdezni, hogyha... Csatlakoztál ahhoz a közös tudatformához, amely a szertartás alatt rendkívül erős. Tényleg kinyitjuk az ajtókat, a lélekkapukat, és a közvetlen rokonságon keresztül, egy hatalmas, nagy kürtön keresztül energiát adunk, megfelelő tanítást adunk az eltávozott léleknek. És az együttérzés teljesen átégeti ezeket a határokat. Az a jó hírem, hogy ha egyszer ez megvan, akkor ez nagyon nehezen fog elmúlni. Két dolgot kell ilyenkor tudni: sem a félelemnek, sem a haragnak egy ilyen szertartáson nincs helye, mert nem előrevívő, nem produktív tanítást kell adni és kapni, átélni belül ebben a testben, hogy milyen a halál állapota, és az a gyász és megfosztottság, ami a hátrahagyott rokont, családtagot ugye éri, és akkor ez az együttérzés, ez a megfelelő helyre megy. Ha nem, akkor egyszerű képmutatás lesz belőle, meg ilyen üres rituálék, amiről Örkeny István is gyönyörű egyperces írt, úgyhogy azt is lehet. De ehelyett egy igazi lélektől lélekig való kapcsolat, amikor a közvetlen rokonon keresztül mindenkinek az energiája az eltávozottat segíti, hogy találja meg az útját, és törjön ki a földi szféra kötöttségéből. Ne akarja, aki szerszámos ládáját test nélkül mert úgy se fog menni jó, és ne tartozkodjon a konyhában, hogy a kávéhívást megvárja, mert nincs orra, amivel az illatot szépen, és ez, ez, ez nem vicc, ez kőkemény. Tehát amikor nem tudsz elég gyorsan elmenni, mert semmilyen gyakorlat nem volt, semmi transzcendens ösvény nem volt, nem tudja, hogy mit csináljon, nincs elérés, nincs semmi, akkor szerencsétlen nem tudja felfogni, hogy meghalt, nem tudja elfogadni, később, és is egy olyan földhöz kötött állapot van hónapokig, hogy csak fogy az energia, és nem tud tovább lépni. Nagyon komoly uh, tanítás és nagyon komoly segítség az, amikor egy ilyen halotti szertartáson uh, valaki felé ezt irányítjuk, úgy hangsúlyozom, hogy a közvetlen lélekkapcsolata a rokon, a családtag itt van, és te ahhoz kapcsolódsz. Ma, amikor nem betévettem, de annyira nem tudatosan jöttem ide, nem voltam fölkészülve, és megláttalak téged, és szóba álltál velem. Volt egy olyan érdekes érzés, ezt az érzést akarom tudni, hogy ez honnan jött, és amikor, vagy hogy ez mi, és amikor innen kimentem, és a parkolóba leültem, most is egyébként ezt érzem, és leültem, akkor folytak a könnyeim, hogy ez, hogy köthető ez a két dolog össze, vagy hogy ez mi lehet ez a... Ne kössük. Akkor ne kössük. Ne oldjuk, ez így jó, ahogy van. Ez így jó. És legközelebb is szívesen látunk. Köszönöm. Szívesen. És van még egy kérdésem, hogyha lehet, uh -huh. hogy, hogyha egy családtagod, de egy közeli családtaggal nem olyan jó a kapcsolat, és évekig menekülsz, de mikor találkozol, akkor mindig konfrontálódsz, és egy idő után eljön az a, az idő, amikor már nem szeretné konfrontálódni, hanem meg szeretnék keresni, hogy mi lehet az oka ennek a, az egész dűnek meg dűkitörésnek, mert igazából nem tudom kezelni ezt a történetet, mindig veszekszünk, és az anyukámról van szó, és hogy, ezt, hogy ebbe kérném a segítséget, hogy ezt hogy kell megoldani, vagy? Ennek a kapcsolatnak itt két pólusa van, tehát ez egyszerűbb, nem három, nem több. A saját magad részét változtasd meg, és akkor anyukáj is megváltozik nézd meg azt, hogy te teljesen önkéntelenül hogyan váltod ki a dühét, és azt belül szüntesd meg, változtasd meg. Itt nem arról van szó, hogy kinek van igaza. Itt arról van szó, hogy ki hogy működik. Anyuka lelke működik valahogy, és nagyon világos, hogy olyan nyomógombokkal élsz, teljesen ösztönösen, hogy belőle ezt a viselkedést hozza. Változtasd meg a saját viselkedésedet, azt, hogy hogyan viszonyulsz anyuhoz, és akkor ő is megváltoztatja a sajátját. De nem könnyen, nem rögtön, és ne várd azt, hogy a te elgondolásod szerint lesz ez. Tudom, hogy nem az én elgondolásom szerint van. Az már van, nagy, nagy lépés előre. Viszont nem tudom, a, me, a gyakorlatot hozzá, vagy... Ö. Adok neked egy kérdést, amivel hazamész, és csodát teszel. Oké, okay, várom. Miben segíthetek? Te? De... Nem. Hogy én kérdezzem meg az anyukámtól? Pontosan. Én már segítettem neked ezzel a kérdéssel. És ezt fölteszed anyunak, és teljesen megváltozik minden. Nyáron nagyon belemélyedtem Hanvas könyveibe, az realizálásról, ha annak a nehézségről, a gyakorlásáról, hogy hogyan lehetne azt, azt... Hanvas két nagyon fontos fogalmat említ, az egyik a praxis, a másik az aszkézis. És Eredetileg a görög formát használja a praxis és a iskésis. Ez azért fontos, mert ugye a pitagoreusok óta, akik nem tudták úgy átadni a vonalukat, hogy ez több száz éven keresztül fönnmaradjon, ezt a kettőt folyamatosan keverjük. A praxis az az a szellemi munka, amit végzünk. Az aszkézis az a fegyelem testben, életvitelben és a többi, hogy hogyan tartsuk meg ezt az eredményt, és hogyan adhassuk tovább. A praxis az ennek az elixírnek, ennek a gyönyörű tapasztalásnak, a világos tudatnak a megélése. Ehhez vannak ezek a technikák. A szabályok, az aszkézis pedig ahhoz van, hogy ez ne párologjon el, ne vesszen el. Tehát a kehely, a szent grál kehely az az aszkézis és ez a gyönyörű szóma, az a lényeg, ami benne van, az a praxis. És akkor meglátható, hogy itt Európában, amikor a szavakat állandóan összecseréltük a tettekkel, mert abszolút értéket kezdtünk el tulajdonítani a szóbeli kijelentésnek, nagyon sokan rámentek erre a hibára. Nagyon sok szenvedés következett ebből. Tehát vegyük észre, hogy a tudat teremt. A szóbeliség az egy sokadik fokozat. Nem a szóval teremtesz, hanem azzal a tudattal, ami kimondja azt. És lehet verbalitás nélkül is teremteni. És nagyon sokszor csak beszélünk, 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 de nem történik semmi. A beavatás, amit ő az ősi könyvekben, említ, az, az ma hogyan realizálódott? Tehát történik még beavatás, vagy ezek a, a szessének azok? vagy? Történik itt is minden reggel. Beavatunk az éberségbe a hajnali harangének kezdete kor. Eldördül a csupp, és beavatunk a meditáció mélységébe minden nap, rendszeresen. Utána a következő beavatás a reggeli, az nagyon speciális, mert attól jól laksz. Utána a munkába való beavatás az, amikor végre rájössz, hogy közösen milyen jó dolgozni és teremteni. Köszönöm, értelek, de én a, a, az ősi. Tehát a, arra, Biztos, hogy értesz? A... Igyekszem. De hogy a, a, tehát a, az ősi beavatási rítusokra gondolok, azok. Tűnt, Azokról azok... annyit tudunk, hogy azok is hajnalban kezdődtek. A mai napig a szádanák, azaz beavatások a kaput meg akarják nyitni a lélekben bizonyos magasabb minőségek felé. Tehát, hogyha olyan iskolákkal találkozol, ahol rendszeres a beavatás bizonyos tudatminőségekben, akkor ezeknek az a feladata, hogy benne tudatosítsanak mondjuk együttérzést, mondjuk bölcsességet, vagy valamilyen speciális tudati aspektust, oké? Okay? És ezekkel a beavatásokkal óvatosan bánjunk, mert hogyha egyszer kinyitsz egy kaput, azon át is kéne menni, és abba az irányba kéne haladni, amelyről az a kapu szól. Tehát megtartani azt a minőséget, amiről a beavatás szól, sokkal nehezebb, mint kinyitni azt a kaput és a gurú jelenlétében áldást tapasztalni. Tehát te hogyan leszel ennek a minőségnek a hordozója? Hogyan tartod nyitva ezt a kaput? Hogyan válsz felelős személyé az adott minőség hordozójaként? Na ez már egy sokkal felnőttebb magatartást feltételez. Beavatást nagyon sokszor úgy szeretnénk, mint amikor egy gyerek egy játékot kér. És akkor, jaj, szeretnéd, hogy megvehet, szeretném azt a, azt a, olyan szép, olyan gyönyörű, hogy bevihetem a szobámba, Beigen. Ki kell bontani, érdemes játszani vele, érdemes kiismerni a természetét, és utána át kéne tudni a másik gyereknek adni. Hát ez már egy másféle magatartás kell, de hát ez nem egy ilyen spiri felhalmozó biznisz. Ez nem olyan, hogy csak úgy felhalmozzuk a szobácskánkban a beavatásokat, és akkor elmondhatjuk, hogy voltam itt is, itt is, itt is, ennél is, ennél is, ennél is, ennél is ilyen és ilyen és ilyen beavatásokat kaptam. Na és? Utána mi lett belőle? Hazamentél, és még rendet se csináltál a szobádban. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sok nyugati gyűjti ezeket. Tudod? A szekrénybe bele és akkor elmondhatja. Tehát ez haszontalan, sőt, sajnos spiri ego építő történet, és ezt onnan tudod, hogy a sok-sok ilyennel rendelkező ember elviselhetetlenebb lett, mint annak előtte. Ebből látod, hogy teljesen visszafelesült el. Nem abba az irányba ment a motormozdony, hanem sajnos hátramenetbe kapcsolt, és kitörte az ütközött, és bement a pályaudvarra. Ha valaki kap egy beavatást, és utána nem használja, ez negatívan vissza a válogatja attól függ, hogy előtte mennyire rendelkezett ő ezzel a minőséggel, hogyha nagyon nagyot emelt rajta a beavatás, akkor elképesztően visszatud minősülni. Tehát akkor jobb, hogyha nem kapta volna meg. Ha egyébként is totál együttérző volt, kapott egy avalokit és van a szádanát, nem nagyon dobott rajta, egyébként nagyon élvezte, nagyon jó volt, stb. stb. Hazament, és akkor gyakorlatilag ugyanazt a karmát szépen pörgette tovább, aminek az együttézés már része volt. De ha tényleg megnyitott egy kaput, és valami eszméletlen dolgot jelentett neki, és utána nem gyakorol, mélyebbre zuhan, mint előtte volt. Meséltél egy szerzetesről, aki nem tudom, MP3-ban vagy MP4-en hallgatta a Námó Ámítábult, hogy a Tiszta Föld. A formátum mindegy. Mi? Jó, ne nekem abszolút, mert nem is értek hozzá. <laughs> szóval a lényeg, hogy ezt hallgatta egész nap, és hogy. Tehát itt tudod, van, hogy a szútrákat nem PDF vagy dokumentum formátumban írták le először? Na, no, ha hogy, hogy akkor itt is van vétett út, vagy ez minek számít? Itt is van mi? Vétett út. Ez nem vétett, nem vétett ő semmit. Akkor. A ragaszkodott Námu Amitából, azt kész, ennyi lett. Ő őt, őt csak úgy hívták az önköz, hogy de Námu Amitából men, ennyi volt. És kész, nem, nem volt ott vétség. Ez jó, egy, akkor ez csak egy... egy rossz megfogalmazás volt akkor, hogy ahogy az ember keresi a helyes utat. Tehát, hogy itt is, ebben is lehet ugyanúgy, akkor helytelen, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, lehet, hogy hát legyen. Lehet, mindent lehet. Tehát az embernek hihetetlen képessége van arra, hogy a biztosabb dologból is totál marhaságot csináljon. Hát persze, hogy lehet. Hát most elkezdesz ragaszkodni valamihez, ami eszköz, és az eszköz helyett cél lesz. Hát kész, vége. Előbb-utóbb a poharat akarod meginni, és nem a vizet. Minden lehet. De ott nem segítenek neki, hogy felébredjen? De. Adnak neki vizet, meg élelmet. Ennyi. Ez az ő választása? Igen. Meg a környezeté is, hogy egy totál együttérzéssel, szépen mindaddig, amíg ez a tudatforma létezik, kiszolgálják és segítik, és kész. Mm -hmm. És ez a hétköznapi életben is így van? Ünnepnapokon is. Érdekel? Csak ez van. Tehát a csákonak van egy ilyen remete karmája Hongkong kellős közepén. Ez egy remete karma. És oda született, nem lett éppen akkor formálisan szerzetes, nem találta meg a, ezt a kaput, ami ezt megvalósíthatta volna. És világiként ez a 45 kg vasárgyal, egy kicsi szoba, pár négyzetméter, és egész nap van, és kész, semmi több. És van valaki, aki irányítja az ajtót, és naponta kétszer letesz oda valamit, és boldog mosoly, hogy meghajol, megköszöni, és ennyi, ennyi. Akkor ez egy kábítószer. Nem. Ez na, és a többit, érted? Tehát ez námo, ami és kész. Ha te kábítószerként szeretnéd fogyasztani, lehet. Azt, hogy az az ember a tudatával mit ért el, nem tudjuk. Azt láttuk, amit láttunk. Lehet, hogy ő a tiszta földre megy. Te meg Szegedre vissza. Egyelőre, igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék a... Hogy a előtt a korai zen az milyen volt, miben reformálta meg, illetve hallottam egy olyat, hogy valami a megvilágosodása körül valami tiltott dolgot, ő megtiltotta azt a metódust, hogy ő megvilágosodott. Erről, ha tudnám mondani valamit. Most töröld azokat a weboldalakat, amiket eddig olvastál, elmondom, tehát kezdjük a Silla dinasztiánál, ami úgy Krisztus után 5. század Korea, és ekkor hatalmas királyi segítséggel a Kínából szépen lassan átjövő, majd botidarma utáni teljes sávszélességgel átjövő zent, 400 év alatt több ezer templom építésével meghonosították. Ez egy nagyon nagy munka volt. De ahogy a kínai Tang dinasztia a 9. század végén túl jól működött, úgy a Silla dinasztia is nagyon jól működött, középút, középosztály, közjog, közpénz, közterviselés, ezt sokáig uralkodók nem viselik el, tehát valami rendetlenséget kell csinálni, ahol az uralkodó osztály bebizonyítja a saját maga szükségességét, meg is lett. És jött a Yi dinasztia, amelyikén külkemény kőkemény konfucianizmus volt, és azt mondták, hogy hát nálunk a család a legfontosabb, és az, hogy itt emberek az otthonukat elhagyják és felmenjenek a hegyre itten meditálni, hát az nem jó biznisz, tehát lehet, a szútrákat és a ceremóniákat tanítani, a útrákból is csak azt, ami az erkölcsiségről szól, egyébként a otthon elhagyását nem, aki már ezt megtette, menjen föl a hegyre, zenszerzetes nem koldulhatott városban több évszázadon keresztül. Ceremóniák voltak, egész estét betöltő kopasz fejek, akik mindent tudtak, a halottit, a megemlékezőt, a stb. stb. Ezzel szolgálták a társadalmat és a konfucianizmus őstiszteletét. És ezzel a mozdulattal, hogy nem írtották ki, de föltették a hegyre, két hatalmas dolog következett más kisebb következmények mellett. Az egyik, hogy a hatodik pátriárka Huineng idejéből származó tanítása mi ez kérdés, háborítatlanul fennmaradt egész a 20. századig, mert be volt téve a hűtőszekrénybe ott fönt a hegygerincen. Nem tudott elvilágjasodni. Ami ott volt a völgyben, az szutra volt, ceremónia volt, tanítás volt, tehát hasznosát tették magukat, alkalmazkodtak, de a zen így nagyon vékony patakocskában maradt fönt. És ez egészen a 19. század közepéig kőkemény konfuciánus uralom alatt megvalósult. Kyung volt a 19. század vége felé, aki ezt kivakarta a feledésből. Az ő tanítványa volt Mangong -sunyi. Bangong Szuim 110 akárhány embernek adott inkább beleértve szerzeteseket, szerzetesnöket, világiakat, és így a 20. század első felében a koreai zen, mint a legyező így kinyílt szárba szökkent, és még mindig csak Koreában volt ismert. Aztán jött a japán gyarmatbirodalom, és egy emlékezetes párbeszéddel Mangong Szönyim bebiztosította, hogy fennmarad a vonal, ez így zajlott le. Megszálló csapatok be, vezetés kialakul, oda hívják a leigázott Korea tisztségviselőit, beleértve a vallásiakat, és az adott japán hadúr, aki a gyarmati jogokat legfelsőbb szinten gyakorolta, megkérdezte Mangong Szonyimot, akit mint a koreai buddhizmus képviselőt oda citáltak el, hogy hogyan segíthetjük a koreai buddhizmust. Mangong Szonyim erre azt mondta, ha segíteni akarja, ne nyúljon hozzá. Egy ilyen kijelentését akkor simán köszönjük szépen, az első szamurá éppen gyakorlatot fog tartani a nyakán, és ennyi. Nem, tisztelettel elbocsátották, a hallgatás az akkor bőven elég volt. Magongszunyim és az ő vonalvívői kifejthették a tevékenységüket, ez iszonyatosan fontos volt. Az egyik tanítványa volt kobongszunyim, és kobongszunyimnak pedig San Szungszánszunyim pedig kobongszunyim meglátását és instrukcióit követve először Japánban tanított, 66 és 70 között és utána 72-ben ment Amerikába, először a nyugati partra, aztán a keleti partra, határozott instrukciókat kapott, hogy vigye a darmát külföldre. A koreai háború után már látták, és akik világos tudattal bírtak, ők nagyon jól látták, hogy ez a társadalom merre felé megy. Tehát Korea particionálása után amerikai alapú rendszer kezdett el kiépülni, pár évtized, és tudták, hogy az egész egyénekre fog szakadni. És igazuk is volt. 2005 között egy olyasféle erjedés zajlott Dél-Koreában, hogy most már főleg egyénekre építenek lakást, korábban családoknak építettek lakást. Egyének, párok és nagyon kevés gyerekkel számolnak. A társadalmi kultúra az megmaradt, amit a Darma beszéd korábbi részében hallottál, az él. Az, ami megszervezi őket. Az, ami a társadalmi viselkedést kondicionálja. De azt látták, hogy a tannak külföldre kell menni, hogyha túl akarja élni azt a társadalmi változást, amelyet a 20. század jelentett. Ezért vagyunk mi itt, és ezért építjük itt a templomot, és ezért gyakoroljuk itt a darmát. Friss talajban. Régi magvak. A második része a kérdésednek. Szungszán a száznapos elvonulását egy régi taoista technika szerint végezte, amely a test fokozatos, de kíméletlen dehidrálásával működött. Azért evett porrátört fenyőtű leveleket kanállal, és egy bizonyos idő után egész szójababokat nyelt le, hogy az anyagcseréje ne menjen tönkre, ezt egy pár hét után el kellett kezdenie. De ilyen pár evőkanál porrátört fenyőtű levél volt a napi betevője, és rengeteg folyadék, hideg, és hát ez a folyadék dacára elkezdte dehidrálni a testet, és hát a száz nap végére egyrészt majdnem többször meghalt, és ez nem mítosz teremt, és ez tényleg így volt, és utána elérte a felébredést, és utána hat hónap, egy év között volt, amíg egy Mujú a nevezetű kínai doktor, aki aki egyébként a darma testvére lett, összerakta. Tehát fizikailag fel kellett épülni, ez olyan fél év, egy év volt. És érthető, hogy ezt a technikát nem engedte meg más tanítványnak. Tehát én is, amikor a száznaposomat csináltam, akkor oda mentem hozzá, adás után megkérdeztem, hogy ször, hogyan csináljam, és azt mondta, olvast fel az időrendedet. Felolvastam, azt mondta, ez rendben van, és azt mondta, legalább egy meleg étel naponta. És azt mondta, a többit tudod. És mennyi? 98. Úgyhogy nem engedte, és megkérdezték, hogy, hogy miért nem. Azt mondja, nem szükséges. És később hozzátette, ha korábban találkozom a tanítómmal, Kobongsuni, akkor lehet, hogy nekem sem kellett volna ezt így végigcsinálni. Tehát, nagyon erős is volt, és mihelyt a praxist tapasztalta, nem kellett már egészen a halál közelébe mennie, hogy elérje a felébredést. Több évvel utána találkozott Kobong zenmesterrel. Az a kérdésem, hogy ugye így a második nap végére, vagy hát a közepére így kezdtem túlendülni a kezdeti szétesésen, ami úgy általában, ha jól tudom, jelentkezni szokott az embereknél az elvonulásokon. És csak annyi történt, hogy aludtam egy, egy fél órát, és gyakorlatilag utána teljességgel szétestem és hogy ez, ez, ez miért történt, vagy hogy... Azért, mert az alvás helyett sétálni kellett volna. Az alvás az egy nagyon komoly ciklikus folyamat, és te elkezdtél a mély alvás felé menni, és a ciklus nem fejezted be, hanem hirtelen vissza kellett jönni, mert a következő programponton részt kellett venni. Hogyha a körülbelül másfél-két és fél óra közötti ciklust befejezed, akkor úgy ébredsz föl, hogy ismét a felszínes alvás állapotában vagy, így ez nem következett be. Ezért azt javaslom, hogy inkább sétálj egyet, és éjszaka kell aludni. Köszönöm. Szívesen. Szeretném megköszönni mindenkinek azt a gyakorlatot, amit végeztek akár a templomban, akár a templomon kívül. Köszönöm látogatóinknak azt a jelenlétet, amelyel ezt a Dharma beszédet most megtisztelték, és remélem azt, hogy minél többet találkozunk ebben és más darmatermekben, termekben, gyakoroljuk a tant, és együtt haladunk a megvilágosodás felé, hogy megszabadítsunk minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!